Új köntösben tér vissza a Szóvetés, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara podcastje. Választ adunk mindarra, ami ma foglalkoztatja a magyar gazdálkodókat. Tartson velünk, építsük tovább a jövő agráriumát! Üdvözlök mindenkit a podcast sorozatunk következő részében. Igen, néhány hetente beszélgetek kollégáim a szakmabeliekkel érdekes kérdésekről. A mai nap két kollégámmal fogok beszélgetni, akik a, ugye biztos mindannyian e, tudtok róla, hogy a kamara működteti az országos jégkármérsékről rendszert, e, és az a két kollégám, aki ezen a területen dolgozik és felelős azért, hogy ez a rendszer hogyan működik, a, a kocsisáron a egész rendszernek a vezetője, illetve Szobonya Nikoletta, aki meteorológusként dolgozik és nyilván a tanácsaival segít minket, ők velük fogunk beszélgetni, de engedjétek meg, hogy ne egyből a, ugye mi Jégernek rövidítjük ezt az országos jégkermésségű rendszert, hogy ne egyből belevágjunk itt a Jégernek a rejtelmeibe, hanem egy picit távolabbról indítsuk ezt a beszélgetést, és az első kérdésem az az lenne igazából, csak azért, hogy egy laikus is értse, hogy mennyire tudjuk pontosan előrejelezni azt, hogy mi is fog történni az időjárás szempontjából. Tehát a, ugye tudom, hogy mindenki úgy képzeli, hogy mi már olyan fejlettek vagyunk, hogy mindent tudunk másodpercre, meg nem tudom én, település szinten, de hogy a valóságban ö, mi, mi, mi a mi tapasztalatunk, mennyire pontosak ezek? Mikor lett a téged, mint meteorológus, kérdezlek erről. Köszönöm, mert én is üdvözlök mindenkit. Ez így van, ahogy említetted, illetve egy nagyon jó kérdés, hogy összességében, ha egy szóval kellene jellemezni az időjárást, ugye ez a kiszámíthatatlanság, és a, igazából a másik, ami <coughs> jellemző, ez a bizonytalanság. Ugye az elmúlt években ugye nagyon gyakoribbá, gyakoribbá váltak ugye ezek a szélsőséges időjárás jelenségek, ugye ezt tapasztaltuk ugye itt a, a, felhőszakadások, a villámárvizak, illetve ezzel párhuzamosan pedig ugye a hosszan elnyúló aszályos periódusok, ugye ez párhuzamosan jelentek meg. Ugye, igazából Vizsgáltunk, néztünk olyan adatokat, statisztikákat, hogy például ugye a szupercellákra vonatkozó adatok, paraméterek, tehát 2008-ban megnéztük, nagyjából még csak kettő darab szupercella volt abban az évben, és ahogy haladtunk előre az időben, ugye egyre, egyre több volt, így az utóbbi években, ahogy megnéztük, itt a 2021-es évben, itt a június 25 i ominózus esetben 19 darab szupercella haladt át az országon. Úgyhogy ö, meglehetősen szélsőségesé vált az utóbbi években, és ö, gyakorlatilag ezt mai napon is, ö, napjainkban is tapasztaljuk, hogy ö, ö, ugye ezek a hosszan elnyúló asszályos időszakok, gyakorlatilag emellett ugye a felhőszakadások, villámárvizek ö, kísérik. Ö, sokan, sokak tapasztalják, hogy ugye egy-egy településen például, hogy ez a prognózis, hogy várható csapadék, és ö, végül azt tapasztalják, hogy a település egyik felében ugye esett pár milliméter, míg a másik részén pedig akár 40-50 milliméter is lehullott. Ez például az ö, előző két hét tapasztalataiból kiindulva. De hogy mondom. ez így ez, ez reális elvárás, hogy, hogy, hogy valaha is lesz olyan, hogy ezt mi ilyen pontosággal tudni fogjuk, hogy órákkal előre be tudjuk lőni, hogy hol mi fog történni, vagy azért én szerintem nem reális, és ezért kérdezem, hogy... Az előrejelzésnek két része van. Az egyik része az az, hogy az elmúlt 10-20 év adataiból építi föl. Hogyha ugye most majd a klímaváltozásról is fogunk beszélni, a klímaváltozás hatásaiban, ugye más értékek vannak a, mondjuk az elmúlt 5 évben, más értékek voltak, mint az előző 20 évben. Emiatt hiába elmúlt húsz év adataira építve gondolt valamit a modell, és mivel teljes jóval melegebb volt, jóval szárazabb volt, jóval nedvesebb volt, emiatt azok az előrejelzések ö, romlottak, mert hogy más volt a hatás. A másik, hogy hogyan tudnánk ugye e, jobbak lenni, úgy tudnánk, hogy minél több helyen mérünk. De még így is, még a földi mérés, a összes centiméterrel leraknánk egy mérőállomást, az se lenne igazán elég, mert hogy a levegőbe is, hogy mi történik fejünk fölött 15 kilométeren keresztül, azt azért nagyon nehéz mérni. Jelenleg Magyarország, ha jól emlékszem, négy, 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 ballont eresz fel per nap, és az alapján próbálják kitalálni, hogy felül, fejünk fölött a levegőbe mi fog történni, meg mi, mi történik. Milyen magasságban, milyen hőmérsékletek vannak, milyen szélirányok vannak, és milyen szélnyírások fognak lenni. Ugye ezt próbálják modellezni radarokból, műholdakból, illetve ezekből a felszálló a repülőgépek mérő adataiból, szóval próbáljuk összeszedni az adatokat, de ugye ezek nem elég adat ahhoz, hogy pontos előrejelzést adjuk. És ugye a kérdés volt, hogy miért érezzük azt, hogy egyre romlanak az előrejelzések, az inkább én azt mondanám, hogy a klímaváltozás hatására ö, eltérnek azok az alap értékek, gyorsabban fölmelegedett, gyorsabban kiszáradtak mondjuk a talajuk, mint mondjuk az előző húsz év átlagában. És ugye az a húsz év átlagára épít egy modell, és emiatt történt az, hogy mondjuk vártunk esőt, és végül nem jött eső, mert már egyébként kiszáradt a talaj, nem volt utánpótlása egy zivatar felül. Nem, én, én is erre akartam gyakorlatilag így ezt a gondolatot fölfűzni, hogy én azt látom, hogy azért olyan dinamikusan változik körülöttünk a világ. Ezzel most azért mindenki látja, aki mondjuk már nem most született, hanem van nem tudom én 10-15 év tapasztalata, látja, hogy az maga a az időjárás milyen dinamikusan változik, hogy hiába látunk na sokkal több adatot, mint akár csak néhány évtizeddel ezelőtt is a műhold felvételek meg a nem tudom én mi miatt, azért az sajnos még mindig nem reális elvárás, hogy mi mindig mindent előre pontosan meg tudjuk mondani. Tehát azért ez egy annyira nagy és instabil rendszer. Olyan hirtelen változások következnek be, hogy nagyon nehéz, persze nyilván irányokat lehet tudni, ti is körülbelül túl, látjátok, hogy mondtam, mikor lesz vihar, de hogy az pontosan melyik településen, a településen belül mennyire lesz durva, végül is abból lesz -e jég, nem lesz jég, ezt, ezt azért nagyon nehéz így, így előre, előre ö, ö, megjósolni. És akkor a, itt már ez, így a beszélgetés közben ez így, így ki is tértünk erre a témára, hogy ugye mit jelent a, a klímaváltozás. És egy kicsit szeretném, hogyha erről beszélnénk, hogy ugye laikusként az ember azt gondolja, hogy, hogy a klímaváltozás az annyit jelent, hogy nem tudom, én melegebb lesz, és akkor nem tudom, én több napig kell a légkondit használni, mert több meleg napon van, de hogy azért ez ennél egy sokkal összetettebb, komplexebb dolog is, mondjuk főleg úgy tűnik, hogy ebben a térség, legalábbis én, én, amiket olvastam ilyen tudományos publikációkat ebben az ügyben, hogy pont itt a mi térségünkben ez majdnem, hogy automatikusan együtt jár azzal, hogy ezek a szélsőséges időjárási események, ezeknek az előfordulási esélye az növekvő tendenciát mutat. És egy kicsit beszéljünk erről, hogy ezt hogyan látjátok, hogy valóban a ezt támasztják el a számok. Igen, valóban így van, illetve amit ugye már itt korábban említettem, említettünk, hogy ugye ezek a szélsőségek ugye gyakoribbá váltak és fognak válni, tehát hogy említettem ugye ezek a felhőszakadások, villámár, víz, hosszan elnyúló, aszályos asszályos periódusok, és igazából itt meg kell említeni, hogyha itt a klímaváltozás kapcsán ugye beszélgetünk itt a elnínyó, illetve a laninja jelenségeket is. Az elmúlt években, az elmúlt két-három évben a, a laninja jelenség hatásai jelentkeztek, illetve ez erősödött föl, és meglehetősen hosszú időszakig tartott, tehát ez a három év, és gyakorlatilag, ahogy így én is olvastam különböző tanulmányokat, elsősorban Európa időjárását ugye nem befolyásolná, de ahogy említettem, hogy a nagyon hosszú időszakig átfönt, úgyhogy a 2021 telének, ugye enyhe telének időjárását, illetve a 2022, ugye szerintem sok mindenki számára emlékezetes, hosszan elnyúló, aszályos periódust valószínű befolyásolhatta. Én azt gondolom, hogy, hogy még akik az időjárással foglalkoznak, ők is csak most kezdik megérteni, hogy... Mennyire komplex olyan szempontból ez a rendszer, hogy az, hogy a, a szó szerint a világ másik végén mi történik. Hogy amikor el az El Niño-ról, meg Lá ról beszélünk, ugye itt arról beszélünk, hogy a csendes út számba, a, a, a mit tél, az áramlatok, hidegek, vagy melegek, de hogy mégis ennek a világ másik végén is van konkrét hatása. És ugye ezek egy picit, ha én jól értem, de javítsatok ki, ha rosszul fordítom le az én kis egyszerű gondolkodásomra, hogy ugye ez egy, ez egy olyan Dolog, hogy emiatt, a, mondjuk a tavalyi évben egy szárazabb évünk volt, nem is indult el igazából ez a csapadék körforgás itt hónapokon keresztül itt az európai kontinensen. Ugye most idén meg gyakorlatilag azt tapasztaljuk, és ez nagyon furcsa, hogy két egymás követő év, de mégis ennyire eltér egymástól, hogy, hogy idén beindult ez a csapadék körforgás szépen tavasszal, és gyakorlatilag itt saját magát generálja az, mivel a talajba is több csapadék van, ahogy melegszik az idő a talajból, kipárolog a csapadék, ezért nagyobb eséllyel lesz eső is, és ezt látjuk most, ha jól értem a, a, a dolgot, ugye, hogy így, ahogy az El Niño irányába átmegy a, van, a világ van. másik végén a, az időjárása. Így van, így van. Tehát, hogy nem konkrétan itt jelentkezik hatása de ugye ez a hogy ugye te is említetted, ugye ez itt a csendes óceán környékén ugye fejti ki hatását, ugye sokkal erősebbek ott a passzátszelek, ugye ott a hideg tenger, víz, óceán víz, ugye tolja előre, előtt, maga előtt, ugye ez a meleg, melegebb óceán Víz, ö, ö, illetve ugye sokkal melegebb a hőmérséklet, és ezáltal ugye felhőképződés, csapadékképződés indul meg, ö, például ott ugye Ausztrália térségében, ezáltal ugye sokkal melegebb ott a klíma, míg ugye ez az elnényó jelenség, amit ugye te is említettél, ugye ennek az ellentetje, amikor ugye például ugye Peru környékén alakul ki, ö, alakulnak ki heves esőzések, míg Ausztrália partjainál pedig szárazság alakulhat ki, és nyilván ez ugye sokkal uh, távolabb állt tőlünk, tehát uh, nagyobb uh, távolságokban fejti ki hatását, de mégis ugye ez nagyon hosszú időig állt fent, ezért más és más területeken egyéb módon fejti ki hatását, így ugye ezt, a említettem itt, Európa időjárását is ugye befolyásolhatja. És Európa hm. időjárását az is befolyásolja, hogy azért a tengervizek Hőmérséklet, átlag hőmérséklete növekszik. Ha növekszik az átlagőmérséklete, akkor jóval több nedvesség e, áramlik föl, és jóval több energia is áramlik fel a tengerekből, ami hevesebb zivatarokat okoz, és főleg ez már az Európában. Ugye azért az, Ezt Ezt az Európa sztólék igen. Így, igen. Van, ugye, most durva, de azért Magyarországon, idézőjelbe csak villamárvizek voltak, még azért az európai többi részén nagyon heves zivatarok alakultak ki, ami nagyon komoly égesőket okoztak. Szóval pont azt néztük, a az elmúlt két évben nálunk alig volt valami, míg a Európa többi részén gyakorlatilag majdnem mindenhol letarolt a jég a hevezivatarok miatt. Hát igen, meg tényleg olyan árvizek voltak Olaszországtól elkezdve több helyen. És, és, ugye most nem akarom végképp bonyolítani, de ugye ennek van egy ilyen mezőgazdaság is aspektus is ennek a dolognak, hogy ezeknek az időjárási hatásoknak a mezőgazdasági termelésre is nyilván ott az adott régióban hatása van, és mondjuk egy olyan termék esetében, mint a búza vagy a kukorica, ami egy ilyen, ugye az egész világpiacon kereskednek vele, ennek hatása lehet, hogy mondjuk Ausztráliában a szárasság van, annak milyen hatása van, a, vagy a Észak-Amerikában kevesebb csapadék Esik, ezért kevesebb kukoricát termelnek, ennek hatása lehet az egész világpiaci folyamatokra. is, tehát van egy ilyen komplexitás, hogy nem csak az időjáráson keresztül, hanem néha minket így közvetlenül még a terményeink értékesítésében is érint ez. És ezért is érdemes megérteni ezt, hogy mit jelent ez a láninja, elninya dolog. Igen, no. Jó, de és egy kicsit akkor így, így lassan irányba állva, hogy a, a jégkármérséklésről is beszéljünk, ugye? Ha jól értem, akkor igazából azt mondhatjuk, hogy néhány évvel ezelőtt itt mi a kamarába, pont azért gondoltuk, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kéne, mert azt láttuk, hogy a, a sűrűsége növekszik az ilyen típusú eseményeknek, és valahogy reagálni kellene erre, hogy meg tudjuk védeni a terményeinket. Ez így van, ugye? Gyakorlatilag égeső mindig is volt. Mi, és mindig is lesz. Szóval nem fogjuk tudni. Mi egy mérséklő rendszer vagyunk. Annyit tudunk, hogy e, vannak bizonyos magasságai a felhőnek, fel, ameddig fölmegy, amit azért elég jól meg tudunk védeni, ezt körülbelül úgy kell értelmezni, hogy mondjuk ma 4000 méteren van az a nulla fok, ahol elkezd megfagyni a nedvesség, és egyébként a felhők kialakulnak. Körülbelül mondjuk azt mondom 7-8000 méterig még tudunk védekezni, és hatásosak vagyunk. Ez mondjuk a esetek 80 a 90 a és utána van, amelyik e fölé megy, mínusz 20 fok fölé megy. Mármint, hogy a felhő és a, a felhőben a, a csapadék. Így, így igen, van. igen. a felhőben a csapadék, az már nem is csapadék sok Nedveszség, esetben, igen. A ne már inkább jégnek mondanám, igen. ugye mínusz 20 fok fölött. És amikor mínusz 20 fok fölé megy, minél magasabban, annál nagyobb esély van, hogy nagy jég lesz belőle. Ugye az idei év, bár nagyon csapadékos volt, a elmúlt évekhez képest, úgymond ezek a felhők jóval alacsonyabbak voltak. Alig ment mennyiségre, ugyanannyi volt, sőt, még sok akár több is, mint az előző években. De a százalékos aránya, az, hogy mennyi ment ebből mínusz 20 fok fölé, az elmúlt években 10 százalék fölött volt, ez az idei évben április 15-ig, ez 5 alatt maradt. Emiatt mi sokkal hatékonyabban tudtunk védekezni. A május 15-ig vannak káradataink, uh -huh. addig a azt hiszem 500 hektárnyi kárt jelentettek be. Ez elmúlt években már ott május 15-ig már azért 4 ezer hektárnál De Áron, azt kell hogy vajon ez, nem tudom, hogy az elmúlt 5 év tapasztalatai elég elége ahhoz, hogy, hogy, azt mondjuk, hogy ez, a, ez, amit most elmondtál, ez egy tendencia, tehát hogyha tendenciaként lehet-e azt mondani, hogy ha ritkában van eső, akkor nagyobb eséllyel viszont olyan jön, ami, ami problémát okoz, vagy ez csak most tök véletlen, hogy így jött ki, hát. hogy idén bár több volt az eső, mégse volt olyan ugye a sok. Ma, mai, eső. A mai nap az nagyon, mert ugye jön egy hidegfront, most rendkívül meleg van, ugye ma már várunk komoly zivatarokat, még akár szupercellát is. Uh -huh. Ugye a, akkor van veszély, amikor 35 fok fölé megy a hőmérséklet. Mert hogy nagyobb a felszívó é, erő? Így van, hogy mert ugye, hát kb. úgy kell megérteni, hogy ö, süt a nap, megperzseli a talajt, amikor a talajt megfőzi, idézi el be, van a talajon 40-45 fok, az elkezdi kiárasztani magából a nedvességet, iszonyatos erővel feláramlik a, a nedves még a és a levegő, és ha még van hozzá ö, valamilyen front, vagy cik, ha épp ciklomba vagyunk, van front, van, ami feláram, segíti a feláramlást, uh -huh. akkor abból olyan felők alakulhatnak ki, amik akár fölmennek 14-15 km magasságig a veszélyes része. Ugye amit a radarokon nézünk, az a veszélyes része, amikor piros. Ugye az ott uh -huh. már, abban már sok vagy nedvességet, vagy jég van. És akkor, hogyha ez 15 kilométerig megy föl, akkor az már majdnem biztos, hogy jég. Ha mondjuk 6 kilométerig megy, vagy 5 km, az biztos, hogy nedvesség. Uh -huh. És de ezt vajon ezt mi tudjuk előre is, vagy ezt igazából csak utána tudjuk, hogy... Előre is uh, lehet valamennyire... Szóval vannak mutatók, hogy melyek azok a részek, ahol ilyen tevékenységek alakulnak ki. Ugye hmm. mi ezeken a részeken kapcsolunk be a hmm. két órával. Nem mindig találjuk el, és ugye emiatt van az, hogy, hogy mondjuk bekapcsolunk két megyét, és az megye egyik sarkába kialakult egy komoly zivatar felül, de ugye mi a abban a sávban várjuk, hogy ott uh, kipattanhatnak zivatarok. Lesznek, olyan, ahol kis esők lesznek, de es nagy eséllyel lesz olyan rész, ahol meg nagyon komoly heves zivatarok alakulnak. Figyetek csak azért, mert szerintem a, az elmúlt évek miatt sokan képbe vannak azzal kapcsolatosan, hogy hogyan működik ez a rendszer, de nem biztos, hogy mindenki. Egy, egy ilyen nagyon röviden ilyen laikusoknak el tudnám mondani, hogy mit is csinálunk mi és mivel próbáljuk meg azt elérni, hogy lehetőleg ne jég legyen, ami leesik, hanem eső. Akkor Niki. Jó. Ö, maga ugye a technológia. Röviden hmm. ugye igen, arról igen. is ö, szólnék, hogy mi az ennek a jégkermésségű rendszernek a technológiája. Ugye alapvetően ugye ez a 986 darab generátor található az országban, és ugye ugye az országos metrológia szolgálattal ugye szoros ö, együttműködésben vagyunk, hiszen ugye ők adják ki előrejelzést, riasztást. Ugye a, ez a technológia maga, amit használunk, ugye ez a talajgenerátoroknál, ugye ez az acetonos ezüstjodid, melynek a lényege az, hogy ugye a zivatarok érkezése előtt ugye megindul a feláramlás, és ugye ö, az a koncepció, hogy ugye a, a zivatarok érkezése előtt, ahogy említettem, ez a, ezt a két-három órát, ugye bekapcsolásra kerülnek a generátorok. És ugye maga ez az anyag elkezd ugye párologni, megindul a feláramlás, feljut a magasabb légrétegekbe ugye a feláramlással. Ennek köszönhetően gyakorlatilag, ahogy ugye említettük itt Áron is mondta, hogy a, a jégkár mérséklő rendszer nevet kapta, hiszen nem tudunk minden ellen védekezni, és maga a technológia is úgy működik, hogy... Ö, ezeknek a, ugye az acetonos ezüst jodidnak köszönhetően, hogy feljut ugye magasabb légrétegek, légrétegekbe a feláramlással, nem több ö, száz darab ö, ö, szemcsek keletkezik, hanem mondjuk több tízezer vagy több százezer, ezáltal ugye a talajra kisebb formába, kisebb méreteket öltve érkezik. Vagy ideális esetben mire leír addig J a már nem is jég lesz jég belőle, nem esőcsepp lesz belőle. Jég jég a ez a hogy Az acetont elégetjük, az ezüstjodit jut föl. Mm. Szóval maga az ezüstjodit szemcséket próbáljuk minél e, nagyobb hővel elégetni, és nagyon sok apró szemcsepp kerül föl. Mm. És azért az ezüstjodit szemcsék, mert egyik oldalról ez hasonlít a legjobban a jégnek a szerkezetével, és akkor így e, elindul maga a jégmaképződés és így gyakorlatilag uh, sok kis jégmag lesz, és így mire mondjuk 7-8 ezer méterig felmegy, ott még uh, oké, okay, lehet, hogy kialakul egy uh, búzaszemnyi jégszem, de mire az leszik? akkor az elolvad. Míg hogyha kevés jégmag van, akkor arra próbálnak rátapadni minél több nedvesség, és akkor abban a akár 8000 méteresben már egy e, cseresznye lesz, és az a cseresznye csak mondjuk a fél centi olvad el, és borsú vagy a borsú és a cseresznye közötti nagyságú jégmag fog, vagy a jég fog leesni a földre. Mm. Mert ugye ez a lényege, hogyha már fönt nagy lesz, ha a minél nagyobb egy jégdarab, annál kisebb tud leolvadni belőle az esés során. Jó, mert én még amit szeretném, hogy kitérjünk, az a, azok a mennyiségek. Mert azt gondolom, hogy itt ebből szoktak, ha, ha ilyen rendes öszke, összeesküvés elméletet tolóknál, ebből szokott probléma lenni, hogy hogy azt nem értik, hogy egy kicsit beszélünk, hogy mennyi cuccat ezt az ezüstjózatból, mennyi az, amit mi így följuttatunk körülbelül. Mert azért szerintem ez sok mindent ugye, le fog ugye tisztázni. Egy generátor egy óra alatt ö, ö, kb. 1,2-1,3 g hatványagot juttat fel. Szóval... Igen, száll tehát, száll. Hogy ez elég, és Igen. ugye egy generátornak a hatú területe az 10x10 kilométer, hogyha Igen. jól értem, és ugye igazából ezt úgy kell elképzelni, mivel a légkörről beszélünk, hogy ez 10x10x10 kilométer, mert ugye fölfele is még 10 kilométer, ami azért, hogyha összeadom, az ezer köbméter, köp kilométer, kilométer bocsánat, ezer köp kilométer, ambe belejuttatunk néhány gramnyi hatóanyagot óránként. Tehát, hogy azért ezt csak azért szeretném letisztázni, hogy azért itt nem arról van szó, mert uh, néha itt a médiákban is megjelentek olyan típusú hírek, hogy itt mi milyen brutálisan modifikáljuk az időjárás, de igazából nem aktívan, nem nagyon tudunk beleszólni az időjárásba. Tehát az, egy csomó mindent nem tudunk, amit tudunk, az annyi, hogy próbálkozunk ezzel, hogy egy picit kisebbek legyenek, vagy akár elolvadjanak Ugye azok ez a jégszemek. a technológia szemek. nem alkalmas arra, hogy belenyúljunk. Ugye jönnek a konteósok, hogy persze meg Kínában, meg Moszkvában ezek ergetik el a felhőket. Igen, hogyha gigamennyiségű, ez is gyodidott, és gigamennyiségű e, sót rakunk bele a, na egy épp kialakuló felhőbe. Amit, és ha fölmegyünk, és konkrétan ott jutatjuk Gyakorlatilag ki, repülővel igen. vagy rakétával igen. lövünk bele, akkor e, tud kiesőztetést okozni, de ez e, azért költségvetésileg e, nagyságrendekkel több. Ugye erre szoktam mondani, hogy a e, tavalyi e, Kínában nem esett az eső, és akkor ők kitalálták, hogy fél magyarországi tartományba akkor most e, kiesőztető programot tolnak rakétával és e, repülővel, és akkor az a jégernek azt hiszem a tíz évi költségvetése volt az egy hónapi működésük. Uh -huh. Tehát akkor kb. mondhatom azt, hogy hogy mondhatnánk, vagy összefoglalhatnánk úgy, hogy mondhatnánk azt, hogy tudunk csinálni talán, talán egy évben egyszer egy esőt, vagy egész évben védekezni a, 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 jég, a jégeső ellen. Tehát ugye a, a mi K pénzünkből kb. 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 Ennyi, ennyi az, ami, amire telne. De igazából én azt gondolom, hogy azért nálunk még ennél is komplexebb a helyzet, ugye mi nem nem vagyunk közvetlenül határosak tengerrel, tehát Igen. azért nekünk azért kötöttek a, tehát ugye a semmiből nem tudsz csapadékot csinálni, ugye, mm. a, az, ezt tisztázzuk le, hogy ahhoz annak a csapadéknak először a föl kell kerülni egyáltalán. Ugye, erre a... né, erre a... néztem egy tanulmányt, ugye az egyik fontos adat, hogy a Földön a nedvesség 95 az a tengerekbe, óceánokban van. Ez egy nagyon fontos info, hogy onnan jön a csapadék nagy része. Akkor a levegőben lévő nedvesség, a földi nedvességnek a valami 0,1 a vagy 2 az, szóval nagyon kis mennyiség van, nedvesség van magában a levegőbe. És a másik, harmadik ilyen érdekesség, hogy a, a felhőkbe jutó nedvesség megint 80% vagy 85%-a jut a tengerekből, uh -huh. és a többi része jön a szárazföldi tavakból, folyókból és a földekből. Uh -huh. És ugye mivel nincsen tengerünk, így gyakorlatilag a tenger felől jövő csapadékok akkor tudnak ideérni, egy kellő mennyiséget tudott fölvenni a. a Épp euh, aktuális ciklon a tengerből. Uh -huh. Kellő mennyiségű nedvesség van előttünk lévő földekben, mert ugye föl, ki földobja, fölszívja, és hogyha van kellő mennyiségű nedvesség, akkor le tudja dobni. Ugye ez volt a gond tavaly, hogy tavaly a Balkánon is minden szét volt száradva, így hiába indult el bármi a Balkánon, ott kb. 20-30 km múlva már behaltak azok a. Hát nem indult el ez a körforgás, éjjjön. az éjjjön. a fölpárolog leesik, fölpárolog leesik, igen, és ennélkül nehéz, éjjjön. igen, éjjjön. Hát küzdelmes dolog. Nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést, és remélem, hogy néhány dologot itt tisztába tudtunk tenni, hogy hogyan működik ez a rendszer, miért van szükség egyáltalán erre a rendszerre. Én azt gondolom, hogy talán így, így érthetővé vált, hogy ez az időjárás változás miért eredményezi azt, hogy igazából nekünk védekeznünk kell. És ér, érdekes módon, ha, ha, remélem, és még nyugodtan javítsuk járon ennyi időnk még van, hogy érdekes módon azt kell, mondani, hogy, hogy minél inkább. Ö, hogy mondjam, szárazabbnak tűnik a klíma, annál veszélyesebb viszont az, hogy amikor jön a csapadék, az milyen formában fog megérkezni. Tehát, hogy tényleg fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni, de úgy látom, hogy még talán ezzel szeretném volna valamit ugye mondani. Ugye pont ezt néztük Annikivel, hogy az elmúlt két hétben nem nagyon esett az országban eső, ugye már a Alföld a középső részén már asszályos sodás kezdődött el, mm -hmm. És pont az, hogy most berobbant a hőség, most pont uh, kezdődik egy szupercellás időszak, erre számít. Tehát, hogy most arra kell számítani, így hogy van. most jöhetnek jó legyzők. Így, így van. És még egy, ami azért nagyon fontos, hogy az eredményeink azért az látszik, hogy a 15-17-es kárenyítési alaphoz benyújtott hektárok uh, 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 számát 40 kal tudtuk csökkenteni. Szóval ez egy, én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos eredmény, hogy ahhoz képest, hogy a, főleg a 1920 as nagyon durván zivataros év, és a 21-22-es egyébként szupercellás éveket is, úgy tudtuk lehozni, hogy alacsonyabbak lettek a számaink, mint a 15-17-es év. Mert arra honnan statisztikus... még nyugodt évek voltak a mi tizen... működésünk Éven. nélkül. Mi működésünk nélkül, ugye a 17-es az egy mondjuk a 20-ashoz vagy a 21-es évhez volt valamennyire hasonló, de ahhoz képest mi annyi kárunk volt ezekben az években. Jó, egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy a, milyen gazdasági hatása van ezeknek nem csak a mezőgazdaságban, hanem a mezőgazdaságon kívül, de majd ha lezárjuk az egész védekezési szezont ősz végén, majd akkor összefoglaljuk, hogy mit láttunk ide, és akkor beszélünk el ezekről a gazdasági hatásokról, És most nagyon szépen köszönöm, hogy ma eljöttetek és tudtatok erről beszélni, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Önök a szóvetést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara podcastjét hallották, melyben azokra a kérdésekre keressük a válaszokat, melyek ma foglalkoztatják a magyar gazdálkodókat. Ha szeretne értesítést kapni további adásainkról, iratkozzon fel YouTube csatornánkra. Amennyiben van olyan téma, melyről szívesen hallaná szakértőink véleményét, írja meg kommentben az adás alatt.